Okay. Jó, hát most rákerestem böngészőben. C-sharpról tanulunk fel elsőben. C-sharp, reference, referencia, ezt írtam be. Ugye a referencia az, ami egy gyűjtemény az összes szintaktikai elemről, akár egy programozás nyelvről beszélünk, akár egy programkönyvtárról beszélünk. Na és akkor megtaláltam a Microsoft oldalán a hivatalos C-Sharp referenciát, ahol itt szét vannak szedve kulcsszavakra, operátorokra, meg egyéb speciális szintaktikai elemekre a nyelvi elemek. Még nézzük meg a C-Sharp kulcsszavakat. Hát, hogy kicsit akadozni fog a stream, de hogy az én fejem kisebb FPS-sel fordulott, vagy mozog a szám, ez gondolom nem fontos. Nem nagy baj. Na, és akkor itt van az összes C-sharp kulcs szó. Válasszunk egyet, nézzük meg a for each-et. Oké, hát itt leírja, mi ez a for each, van példa. Valami ilyesmire gondoltál? Igen, igen. Nagyon jó, köszönöm. Nincs mit. Egyébként olyan is van minden programozási nyelvhez, hogy mondjam, formálisan van leírva minden utasítás. Tehát nagyon-nagyon exaktul, tulajdonképpen matematikai precizitással. A PTBSZ-eseknek lesz is egy tárgy, ami erről szól, majd formális nyelveknek hívják, és ott tanultok majd szintaxis leíró eszközöket, és a C-sharphoz is van ilyen, tényleg nagyon precízen le van írva minden utasítás, de nektek elsőban ez jobb, ez a fajta referencia, ahol példákon keresztül van, leíráson keresztül van bemutatva egy-egy utasítás. Van-e más kérdés esetleg? Oké, sikerült. Látom, van kérdés a voice stream-mel kapcsolatban. Sikerült akkor megnyitni? Igen. Jó, volt itt még egy kérdés, arra hagyd reagáljak. Gabi kérdezi, hogy olyan kvíz, mint a nappalisoknak volt, nekünk is lesz? Hát nem, nem itt nagyon ritkán találkozunk, nem igazán lehetne jól megoldani ezt. Úgyhogy nem lesz. Akkor kezdjem is el, ugye? Jó, közben bármi kérdés van, tényleg lehet írni a magas szintű prognyelvek egy text csatornán, illetve lehet kérdezni szóban is nyugodtan. Jó, akkor elkezdem. Első körben a streamen látható témáról lesz szó, rekordokról és NO-król. Majd lesz egy következő diasor, ami érték és referencia típusokról fog szólni. Illetve ugye három videó az, amit megosztottam veletek. Azok olyan témákat törölnek fel, amelyek gyakorlaton is, a gyakorlati óráknak is szerves részét képezi, például tömbök és listák. Listák egyébként ma is fogok majd használni. Ezek többségében voltak mindenkinek gyakorlati órán? Tömbök, listák. Volt, aki még nem találkozott velük gyakorlati órán? Nem volt még róla szó. Nem, még nem volt. Nem. Egy gyakorlatunk volt még csak, és... Akkor még nem volt, értem. Oké, hát ma a listákat tervezem használni, akkor ez egy kicsi bemutató lesz a listákról is, nem nehéz dolgokról van szó. Ugye ott van a dedikált videó a listákra, amit megosztok, akkor azt is kérek megnézni. Aztán ciklusok. Igen?
Érdemes a mikrofonokat lehalkítani itt Discordon, hogyha valaki éppen nem akar kérdezni, mert hallok mindenfajta háttérhangot. Például, mint a Kristóftól hallanék most hangokat, ha eltépett volna valamit. Vagy látom, hogy tas. Én nyomógombom vagyok, tanár úr. Kérem, hogy mindenki halkítsa már le a mikrofonját, hogy mutassam ezt be. Itt alul, a user nevetek mellett bal alul lent van egy mikrofon, azt érdemes megnyomni, lehalkítani magatokat, ha nem kérdeztek. Na, folytatom. Szóval ciklusokról is volt szó korábban, azt is fogok használni most. Vagy azokat is fogok használni most. Mindenesetre rekordok és enumokról lesz szó, akkor belekezdek. Jó. A programozásban nagyon fontosak az összetett adattípusok. Nektek, hogyha eddig egy gyakorlatotok volt, ti tulajdonképpen egyszerű adattípusokat használtatok, mondjuk volt változódok, ami int típusú, abban egyetlen egy egész számot tudtatok tárolni. Volt egy string típusú, változódok, abban egyetlen egy szöveget tudtatok tárolni. Összetett adattípusokra viszont nagyon gyakran szükség van, azért összetett, mert nem egy adatot tároltok az adott mondjuk változóban, hanem elemeknek a sokaságát. Például ilyen a lista, benne van a nevében a lista, sok-sok-sok elemnek a listája, tehát egymás utánisága, majd ilyet fogok használni, és erről már szólt az egyik megosztott videó. Most a rekordra összpontosítsunk, az szintén egy összetett adattípus, de olyan adattípus, ami, hát úgy képzeljétek el, mint valakinek az adatlapját, mondjuk. Mondjuk a kormányablakhoz bemennénk, bizonyára ott lenne mindannyiunkról egy rekord, egy ilyen adatlap, amin ott lenne a tajszámunk, a nevünk, a születési dátumunk, anyánk neve és a többi. Ez egy összetett adattípus, amiben különböző nevű mezők vannak, ugye keresztnév, vezetéknév, születési dátum, stb. Mindegyiknek van egy neve, egy azonosítója, és mindegyiknek a típusa más és más lehet. Például a név az a string típusú, a születési dátum az dátum típusú, mit mondjak még, az életkor az egy egész szám, és így tovább. Na, ez a rekord. Heterogén, azaz az elemeinek a típusa más és más lehet. Véletlen elírás, ez azt jelenti, hogy amit le is van írva, bármikor, bármelyik adatomra van szükség a rekordból, mondjuk a születési dátumomra csak oda nyúlok, közvetlenül el tudom érni, bármelyik elemet ugyanannyi időben el tudom érni. Illetve folytonos, ez egy kicsit technikai attribútum a rekordnak, a memóriában tárolódnak ezek a rekordok, ezek az adott rekordok, és egy adatrekordon belül az egyes adatok, mondjuk név, születési dátum, anyám neve, ezek folyamatosan, folytonosan tárolódnak egymás után. Na nézzük, hogy néz ki egy rekord C#-ban. Először is kettő fajta van belőle, például megnéznénk azt a C# referenciát, amit az előbb megosztottam, vagy megmutattam. Látnánk, hogy létezik ez a két kulcs szó, class, illetve struct. Mind a két kulcsszó rekord típust takar. Van némi különbség köztük, ott alul írok egy mondatot erről. Ezt most nem fogom kifejteni, majd a következő diasorban, amit ma akarok megmutatni, ott fogom ezt jobban cizellálni. A lényeg, hogy egy rekord így néz ki, tehát mondjuk a class kulcsszóval bevezetek egy employee, azaz dolgozó rekordot, és a rekordon belül szépen leírom, hogy az adott, hogy minden egyes dolgozónak milyen adatait tárolom. Ezeket az adatokat ellátom névvel, például name, age, salary, job, ezeket én választottam.
tulajdonképpen ezek változó nevek, ugye úgy is néznek ki ezek az úgynevezett mezők, a rekordmezői, mint változók, van egy azonosítójuk, például name, van egy típusuk string, típust a név, az azonosító elírom, tehát tényleg tök úgy néznek ki, mint a változók lennének, és tulajdonképpen azok is. Gondolom érthető, nem olyan bonyolult ez. Amit nagyon fontos, az az, hogy ugye a mezők típusa bármilyen lehet, bármilyen konstellációban, ez igazából rajtatok múlik, ti állítjátok össze azt a rekordot, amire szükségetek van, ti nevezitek el ezen kívül, illetve elég kell írni egy kötelező, idézőben kötelező kulcsszót, ez igazából nem kötelező, erről majd magas szintű prognyelvek kettőből tanulunk, de jelen pillanatban tegyük oda, tekintsük kötelezőnek. Ez a public, ugye a public az azt takarna, hogy bármikor bárki el tudja érni ezeket a mezőket, erre azért szükségük lesz. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy magának a rekordnak is van egy neve, az is egy azonosító, amit ti választotok meg, például dolgozó, employee, vagy amit szeretnétek, és ami történik, az egy varázslatos dolog, egy vadonat új típust vezetünk be. Ez a típus eddig nem létezett. A byte típus létezett, a string típus létezett, és a többiek. De mi magunk állítunk össze egy típust meglévő típusokból, és innentől kezd az employee, ez egy új típus lesz, amit párról használhatok a programomban. Ez hatalmas dolog, ez iszonyat nagy szintlépés. Oké, majd mindjárt mutatom, hogy lehet használni magát ezt a típust. Még annyit jegyeznék a következő dián, hogy a mezőknek lehet adni alapértelmezett értékeket is, mint látjátok, egyenlőséggel letett értékadással. Na és most jön a lényeg, hogy használjuk fel a bevezetett típust a programunkban. Hát úgy, mint egy típust, például itt az első dobozban láthatjátok, hogy deklarálhattok egy változót, aminek ez a típusa. Most az emp nevű változót bevezetem, a típusa nem int, nem string, nem char, hanem employee. Na ez a nagy dolog. Innentől kezdve ennek a változónak ez a típusa. Utána hogy használhatjuk ezt a változót? Tehát először is van egy technikai lépés, itt a második pontban. Még mielőtt elkezdenénk használni a new kulcsszóval, hát memóriát kell foglalni neki, ez tényleg egy technikai lépés. Nagyon egyszerűen néz ki, meg nagyon beszédes. Ugye azt mondom ki, hogy a változóban legyen egy új employee record, new employee. Itt az employee típus kell használni, ami mögé valamilyen be kell írni azt a két kerek zárójelet, hogy ez a két kerek zárójel miért kell, ezt most nem taglaljuk. Egyszerűen írjátok oda, majd következő fél éve magasról kettőben megtanuljuk, hogy mi az a két zárójel, illetve mi a szerepe. Jó, az emp változómban van egy új rekord, egy új employee rekord, le van foglalva a memóriában, ott van egy tömbben, de még ugye nincsenek beállítva az ő mezői, nincs beállítva a neve annak az employee-nak és a többi adata, ezt is meg kell tennem, a hármas pontban láthatjuk, hogy hogy állíthatjuk be egyenként ennek a dolgozónak a mezőit, a pont operátor kell használni, és utána odaírni a mező nevét. Remélem érthető. Esetleg nem lehet kérdezni. Na, hát most erre gyorsan nézünk egy demót, mert nekem a Visual Studio meg van nyitva, és akkor mondjuk egy olyan demó legyen, amiben hát a való életből vegyünk egy példát, amiben mondjuk autókereskedésnek kell egy szoftvert írnunk. Tehát az biztos, hogy autókat kell leképeznünk egy ilyen rekordtípus, ugye sok-sok autót kell a kereskedésben menedzselni, mindegyiknek ugyanaz adatai lesznek, leíró mezői lesznek, tehát vezessünk be egy rekordot egy autóra. Ezt hol tesszük meg? Hát, ugye a class kulcs, vagy hogy tesszük meg, ugye a class kulcsszóval lehet bevezetni egy rekordot, de hol? Pontosan hol? Hát, hogyha szemfülesek vagytok, láthatjátok, hogy a programunkban van már egy másik class, ez a program class, ami mellé
az azt jelenti, hogy fölé vagy alá tudtok egyéb klasszokat is bevezetni. Például én most bevezetek egy pár rekordot, remélem nem nagyon szaggat a stream, a Visual Studio szaggat. Közben rögzítem is a videót, meg minden, szóval lehet, hogy közben fel fog robbanni a gépem. Oké, és akkor most jön el az a pillanat, amikor el kell gondolkoznunk, hogy egy autót milyen mezőkkel írjunk le. Hát az biztos, hogy szükség lesz mondjuk a márkának a tárolására. Márka, hogy van az angolul? Brand, köszönöm. Aztán lesz szükség rendszámtábla. Rendszámtábla tárolására. Number plate, köszönöm. Aztán tegyük fel, hogy az életkorát a kocsinak, vagy kilométer óra állását tároljuk. A kilométer óra állás az ilyen 100 000-es nagyságrend. Az int, vagy uint, még jobb, ugye előjel nélkül száll, negatív tartományban nem lehet, uint. És ez hogy van angolul? Mindegy, kilométer. És így tovább, itt folytathatom, akárhány mezőt felvehetek, nincs limit, és igazából rajtam múlik, milyen mezőket veszek fel, most nem folytatom, megjegyzésbe, hogy és így tovább. Na hát akkor jön a lényeg, itt a programomban, a mainben bevezethetnék ilyen típusú változókat, mondjuk begördül egy Ford Focus a kapun, akkor már is felveszek egy új kocsit, amit ugye így kell megtennem. Ezelőször is bevezetek egy ilyen típusú változót, illetve a new pulse, szóval lefoglalok neki a memóriában egy üres car recordot, majd ennek elkezdem beállítani a mezőjét, például Brandos Ford Focus. Aztán a number plate-jét szépen felveszem. Közben aláhúzogatja nekem pirosra itt a mezőket a Visual Studio. Segítsetek, vajon mi a probléma? Milyen hibát követtem el? Nem publikusok a változók? Szuper, így van, nem publikusok a mezők, a változók. Valóban, amikor itt beírom a C1 pontot, valamiért nem listázza a Visual Studio mezőket, pedig kéne neki, azért, mert nem érhetőek el a klassz, a program osztályból, program klasszból a kár osztálynak a mezői, nem publikusak, köszi szépen. Én publikussá teszem a... Na, éppen meg elfejtek. Ajjajjaj, rámentettem a projektre egyből, meghalt a Visual Studio, oké. Tehát publikussá tettem ezt a két mezőt, egyből eltűntek a piros aláhúzások is, a C1 pont után megnézem a legörülő listát, ott van a brand is, a number plate is, de a kilométer nincs ott, azt is publikussá teszem, és már is, kérem szépen, ott van a kilométer mező is, hát ennyi, összesen a varázslat, ez kicsit sok. Jó, tehát így működik ez. És a lényeg, hogy ezt bárhányszor megteltem, tehát ha bejön következő alkalommal mondjuk egy másik kocsi, akkor azzal is, azt is felvetem itt a regiszterbe. Egy Toyota Yaris legördül. Őt is felveszem, és az ő adatai is. Jó, érthető ez? Igen. Oké, köszi. Oké, természetesen itt, mint elmondtam, lehet felvenni default értékeket, alapjelentett értékeket a mezőköz, mondjuk ide nullát, persze uint esetén eleve nulla az alapjelentett érték, vagy number plate-ként felvetem azt, hogy nem tudom, a következő próbarendszámot, és így tovább. Tehát ami csak adódik, ez teljesen tőletek függ. Még egyszer hagy hangsúlyozom azt, hogy itt a nagy magic, az az új típus, amit én vezettem be egy olyan helyzetben, ami a való életből jön, és
én állítom össze ezt a típust az igényeknek megfelelően. Ez egy vadi új típus, az én típusom, és típusként használtam szerte a programban. Ez egy óriási lépés itt a programozásban. Egyébként MagasProc 2-ből majd ebben az irányban megyünk tovább, úgynevezett objektumokat definiálunk a való életbeli probléma alapján, és hát ezért fogunk MagasProc 2-ből objektum-orientált programozással foglalkozni, mert ez lesz a fókuszban, az objektumai. Na, menjünk tovább. Ja, igen. Amit mutatni akarok még ezen a ponton, az a következő. Egy valamire való nyilvántartó programban nyilván nem egyenként fogjuk lekódolni az új és új autókat, ilyen egy-egy új változóban, hanem inkább egy listában tároljuk az objektumainkat, nem pedig egy-egy változóban. Ezt szeretném nektek megmutatni. Igazából az a sokkal általánosabb helyzet, hogy van egy listánk. Hát listát így kell használni, de én akkor nem találkoztatok vele gyakorlaton, esetleg előadásom videójában láthattátok. Egy listát vezetek be, kacsacsörök közé beírom, pedig beírom a lista elemeknek a típusát. Ugye egy listában egymás után következnek ugyanolyan típusú elemek, meg kell adnom, milyen típusok. Például bevezethetem egy inteket tartalmazó listát, ebbe csak számokat rakhatok, vagy stringeket tartalmazó listát, ebbe csak stringeket rakhatok. Most viszont egész más a helyzet, nem egy alaptípust írok ide, hanem a kár típust. Kár rekordoknak a listáját, a sorozatát fogom tárolni. Hát erre van szükségem. Ez olyan, mintha lenne egy polcon az autókereskedésemben, és azon a polcon sorakoznának az autóimnak a dossziéi. Ugyanerről van szó. Na, hívjuk Cars-nak. Egyébként a list nek is, a list objektumnak is a new szóval kell a memóriában helyet foglalni, nagyon hasonló módon, mint ahogy egy sima kár objektumnak foglalok memóriát, hasonlítsátok össze a kettővel lentem látható sorral. Oké, és amit itt csinálok, az a következő. Listához hozzáadok, lehet listához hozzáadni egy új elemet, hozzáadom a C1-et. Bekerül a listába a C1 elem. Ugyanígy majd a listához hozzáadom a C2-t, és az összes többi kár objektumomat. Na most ezt a listát majd egyszer, miután itt sok-sok varázslatot műveltem azzal a listával, megkerestem a legolcsóbb kocsit benne, átlagoltam a kilométer órálásaikat, stb. Azután, hogy ki akarom iratni a képernyőre a listelemeket, ezt a forítszik is a legkönnyebb megtenni, mégpedig be kell járnom a Cars listát, ezt így lehet megtenni, ami előtt be kell vezetnem egy ciklus változót. Így járunk be egy listát, a for each ciklussal, a Cars listában, azért volt az input szó, Cars listában, minden egyes kocsit sorra veszek, most a kocsikat az X változón keresztül tudom elérni, majd kiírom a képernyőre a kocsiknak az adatait, például ilyen formában, hogy először kiírom a brandjét, a kocsinak, azt mondjuk egy kettős pontot, most nem mit írjak ide, zárójelbe beírom a rendszámát, majd kettős pont, és beírom a kilométer szót, vagy mit csinált, azt, hogy km, és utána egyenlőséggel majd beírom a kilométer óra állását. Ide a nulladik pozícióra be akarok írni a kocsinak a brandjét, hogy a kocsi, amit éppen kérok iratni, az X változóban található, tehát X pont brand. Az egyes mezőbe bekerüljön be a number plate-je, X pont, utána veszült el felettem írni, X pont number plate, majd a kettes mezőbe a kilométer óra állás, X pont km. Na, nézzük, működik. Nem tudom, hogy lemerjem-e futtatni ezt a programot, mert szerintem itt megáll az élet a gépemen.
Hoppá, itt valami probléma van. Hát ez micsoda. Most elindítottam egy bildelést, egy fordítást, és még mindig tart. Közben lehet hallani normálisan? Igen. 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 Köszönöm. Jó, hát az újra a fordítás eltüntette ezt a hiba üzenetet. Néha beragadnak egyébként ilyen korábbi, hogy mondjam, hiba üzenetek, hogy itt a KM mező az előbb még nem volt publikus, valamiért a Visual Studio még ott tartott, hogy ez még mindig így van. Ilyenkor egy újrafordítás segít, Ctrl-Shift-B-vel lehet újra bildelni, újra folytani a programot. Hát jó, lefutatom, lesz, ami lesz. Jó, látjátok, ott is vannak a listámnak, a regiszteremnek az autói minden egyes adatukkal. Hát a Toyota Yaris-nál ugye nem állítottam be csak a nevet, a brandet, nem állítottam be a rendszámot, ezért az alapértelmezett próba rendszámot kaptam meg, és nem állítottam be a kilométer órállást, ezért az alapértelmezett nullát kaptam meg. Tehát ez az, amit pontosan ez a működés, amit elvártunk itt. Van-e bármi kérdés eddigiekkel kapcsolatban? Közben text channelben diasorok, igen, az e-learning felületen érhetőek el. Juditnál akadozik az egész. Hogy fent lesz az óra valahol, hát mondom, rögzítem ezt a streamet most. Persze nincs garancia, hogy az nem akadozik. Úgyhogy nem biztos, hogy értékelhető lesz a videó. Másnál is akadozik? Nekem átjött rendesen. Tökéletes. Teljesen jó. Tökéletes, így van. Igen. Akkor valószínűleg Juditnál tényleg az internettel van gond. Vagy le kell... Igen? Editnél is akadozik. Vagy le kell állítani a háttérben a filmnézést, vagy valami ilyesmi. De nem... Nem, nincsen semmi előítéletem, vagy ilyesmi. Ugye a hallgatók biztos filmeket néznek óra közben a háttérben, vagy játszanak. Hát igen, akkor az internettel lesz gond valószínűleg. Online óratartás gyönyörű. Egyébként mindig van valami technikai probléma, állandóan. Oké, hát nem tudok innen mit csinálni, muszáj tovább mennem. Reméljük, hogy a videó, amit késztek, jó lesz, és fel tudom nyomni YouTube-ra. Amit még mutatni akarok, az a következő. Nagyon gyakori, hogy ugye, objektumokat hozunk létre, és egyből be akarjuk állítani a mezőit, és még az is nagyon gyakori, hogy ezt hozzá akarjuk adni egy listához, vagy tömbhöz, vagy valami kollekcióhoz. Például a lista is egy kollekció. Ezért hát egy valamire való programozási nyelv egy idő után elgondolkodnak, hogy esetleg nem lehetne mindezt egyszerűbbé tenni, lehet. A C-Sharp 3.0-óta egy rekordnak a inicializálása és a mezőinek a beállítása akár egy sorban is elvégezhető, mint látjátok itt. Esetleg már valaki megnézte a tömbökről és a listákról szóló videót, azoknál is nagyon hasonló szintaxissal lehet rögtön inicializációkor beállítani az adatelemeket. Na hát kipróbáljuk ezt. Tehát itt leírtak alapján, ahelyett, hogy itt a változót miután inicializáltam, használnám ebben a formában a mezőnek a beállítására, egyszerűen is meg tudjuk tenni, kapcsolat között, fel tudjuk sorolni a mezőket,
és a mezők neve előtt nem kell használnunk magát a változót, az adott változónak a mezőinek a beállításáról van szó. Ezt még változtatom, tehát illetve a mezők beállítását vesszővel kell lezárni, nem pontos vesszővel. És akkor az egészet le kell zárnunk egy pontos vesszővel. Na, ez, amit itt látunk, az előző elekvivalens, de talán áttekinthetőbb, egyben van fogva az egész. Ennyi. Sőt, mondok valamit. Itt a listahozvaló hozzáadásnál ugye azt csinálom, hogy jelen pillanatban, hogy bevezetek egy új változót, C1, amit csak arra használok, hogy létrehozzak benne egy új rekordot, aztán pedig ezt a rekordot hozzáadjam a listához. Ez a változó csak erre van használva. Később soha nem fogom előhúzni, mert később már a lista elemeket fogom egyenként megfogni és használni. Ezért tulajdonképpen ezt az egész inicializációt, amit itt láttok, akár berakhatnám ide, ez nagyon durván néz ki, berakhatnám a listához való hozzáadáshoz, és a C1 változót elfelejthetném. Na mi is történik itt? A listámhoz, az autó listámhoz hozzáadok egy új autót, aminek a mezőit így állítom be. Tök jól olvasható a kód, teljesen intuitív, nincsenek fölösleges változók. Úgyhogy ezt megtehetem bárhol, próbáljuk ki itt alul, itt, a Toyota Yaris-t is ugyanígy hozzá akarom adni a regiszteremhez, ahol a brand az Toyota Yaris, a többi mezőt nem állítom be ebben a pillanatban, ezt itt le is zárom, még egy kerekzárójel is jön ott az add metódus miatt, és kész. Oké. Tivada írja, hogy meg korábban írtátok, hogy például Operából nem látszik a stream. Igen, mert ti a Discord webes felületén próbáltok streamet nézni, a legtöbb böngészőből ez kell, hogy menjem. De ha nem megy a böngészőtől, akkor érdemes letölteni a Discord alkalmazást, nekem is le van töltve egyébként. És akkor azon keresztül követni az órát. Amúgy is szerintem érdemes, mert elég sok tanár Discordon szokta tartani az óráját. Nektek többségében hol tartják? Teams-en, Microsoft Teams-en, Discordon, Zoom-ban? Mik az eddig? Discord, Zoom. Okay. Elég vegyes felvágott, tehát nekem például tegnap a Teams-be volt, tehát ma Discordon, ebben a fél évben még Zoom-on nem volt. Hát igen, mert úgy indítottuk a fél évet, hogy teljesen az adott tanára volt bízva, mondjuk lehet, hogy jobb is, hogy így van, mert valamire jobb a Discord, valamire jobb a Zoom. Ja igen, és akkor később, talán október vége felé, jött ki a hivatalos értesítés, hogy október közepén, hogy a Teams-re előfizetett, vagy az egyetem, vagy az állami, nem tudom, és az lett hirtelen a hivatalos platform, de hát addigra már mentek itt az órák nagyban, szóval egy fél év közel nem szerencsés váltani. Teams-en elvileg egészen jól meg lehet tartani ezeket az órákat, de én még nem próbáltam. A Discord általában elég jól szokott működni. Jó, van-e kérdés? Mert ha nincs, akkor megyek tovább. Oké, praktikusan a rekordokról ennyi. Tehát, ha ez érthető volt, akkor remek. Még egyszer mondom, a gyakorlati órákon, én úgy tudom, hogy a gyaktanároknál nem nagyon jön elő, főleg levelező tagozaton maga a rekord, magas szintű prognyelvek egyből, nincs is rá idő, viszont magas prog kettőből innen fogunk indulni, tehát ott már úgy fogjuk kezdeni a fél évet, hogy ismeritek a klasszokat, láttatok már, hogy kell őket használni, na, fejlesztjük tovább ezt a tudásotokat. Szóval ez is ezért része a tananyagnak, nyilván a vizsgán is ott lesz a tananyagok között, elég hangsúlyos tananyag rész éppen ezért. Jó, egyébként nyilván nem csak C-Sharpban vannak rekordok, hanem
más programozási nyelvekben is. Nagyon fontos adattípusról van szó. Jávában például ott is vannak klasszok, szinte, sőt, amit láttatok, hát talán majdnem ugyanaz, mint C#-ban. Viszont nincsen struct, ugye elmondtam, hogy C#-ban van class és struct, ezek kb. Ugyanúgy működnek, majd a következő diasorban erről bővebben beszélek, Jávában csak egyfajta rekord van, a class. Pythonban is class van, és hát nagyon hasonló használandó, mint akár C#-ban, akár Jávában. Kicsit más a szintax is, itt beírtam nektek, bemásoltam nektek egy példát, ránézés, és láthatjátok, hogy hát nagyon, maga a lényeg ugyanaz, csak kicsit a szintax is más. Gondolom érthető, látható. Például nincs egy new kulcs szó, amikor foglaltok a memóriában egy helyet egy új rekordnak. Vagy nem kell beírni a public kulcs szavakat, ugyanis minden publikus Pythonban alapértelmezetten. C++-ban. Hát C, ugye a C nyelv az alapja nem csak a C++-nak is, hanem a C-sávnak is, meg a Jávának is. A C nyelvből alakultak ki mindezek a nyelvek, meg a JavaScript például. Az ős C nyelvben csak struct rekordfajta van, amiről továbbra sem tudjuk, hogy micsoda, de nagyon hasonló a klasszhoz. Ugyanúgy mezőket vehetünk fel benne, nyilván hiszen egy rekordtípusról van szó. Na mindegy, ez egy érdekesség, hogy C-ben csak struct van. C++-ban jön be a klassz is. C-sában ugye mind a kettő van. A Java már elfelejtette a structot, és már csak klassz használ. Tehát eléggé vegyes struct, klassz fronton az utódnyelveknek a mindenfajta megoldása. Itt egy C++ példát láttok. Nem is nagyon kommentálom, nagyon hasonló az egésznek a feelingje a C#-oshoz, kisebb szintaxis beli eltérésekkel. Oké, na hát itt még egy rekordszerű típusról szeretnék beszélni, egy olyan rekordszerű típus, ami a C#-ban egyáltalán nem létezik. Viszont, ha ne adj Isten, mondjuk C++-ban programoztok, vagy fogtok programozni, és találkoztok vele, akkor tudjátok valahová rakni, ezért az anyagba beraktam ezt is, hiszen mi nem csak C#-ot sajátítjuk el itt, hanem a magas szintű programozási nyelvekről úgy általában is beszélünk. Szóval ezt a rekordszerű típust Unionnak nevezik, magyaríthatjuk Uniónak. A rekordszerűt azért raktam zárébe, mert nem rekord, hanem úgy néz ki. Ha ránéztek itt erre a C++, erre a C++-ból vett példára, a dia alján láthatjátok, hogy nagyon hasonló az egésznek a felépítése, csak a class kulcs helyett az union szerepel. Ugyanúgy vannak mezői az adott unionnak. Hát itt most C++-os típusokat láttok, például a TM az a time-nak, azaz az időnek és dátumnak a típusa, az unsigned char az a előjel nélküli byte típus lenne. Mindenesetre úgy néz ki, mint egy rekord. Csak mi a különbség a klasszhoz képest? Ide van írva az első pöttyben, hogy a mezői egy uniónnak, például itt például ez a két mező, ugyanazon a memória címen helyezkednek el. Tehát tulajdonképpen átfedésben vannak a memóriában. A klasszban, mondjuk egy rekordban, a mezők egymás után helyezkednek el, folytonosan erről beszéltem. Először például itt a brand, aztán a modern, aztán a year mezők egymás után nem átfedésben a memóriában helyezkednek el, míg uniónnál a mezők egymáson helyezkednek el. Ezért tulajdonképpen vagylagos kapcsolat van a mezők között, vagy az egyiket használtok, vagy a másikat. Egyszer a kettőt nem tudjátok használni, mert egymásra ráfekszenek, úgymond. Meg te eldönthetitek, hogy melyiket akarjátok használni. Itt a példában abból indultam ki, hogy mondjuk amikor
emberekről, mondjuk egy népesség nyilvántartóban rekordokat vezettek, akkor választhattok, vagy az adott emberről eltároljátok a születési dátumát, amennyiben az ismert, vagy ha nem ismert, akkor eltároljátok az életkorát. A kettő, a két adatból a másik tulajdonképpen kiszámítható, tehát tényleg vagylagos itt a kapcsolat, vagy-vagy. Hát erre ennyit akartam elmondani. Ez egy ilyen érdekes típus, mondom, se a C-sharpban, se a Java-ban, például nem szerepel Pythonban is, megnéztem, abban sincs ilyen típus. C-ben, C++-ban van, illetve régebbi programozási nyelvekben, tegnap néztem ennek utána ilyen programozási nyelvekben, mint COBOL, meg PL1 talán abban is, ilyen régebbi programozási nyelvekben ez egy bejáratott típus volt, talán azért, mert bizonyos esetekben szerettek volna memóriás spórolni, és ilyen vagylagos kapcsolat esetén egymásra rakták egy memória címre a mezőket. Oké. Na, hát van itt bármi kérdés, ezt is megkérdezem, ugye a vizsgán azért ebbe is belekérdezhetek, hogy mit tudtok elmondani a rekordtípusról, mondjuk Pythonban, vagy C++-ban, mi az union típus, miben más a rekordtípushoz képest, tehát ilyen kérdéseim is lehetnek majd. Na, nincs kérdés, úgy látom, akkor menjünk tovább. És Zsófi azt írja, hogy számára a Discord stabilabbnak tűnik a többi platformnál. Ezt örömmel hallom. Oké, egyébként itt Discordban tényleg olyan lehetőségek vannak, hát ezt nem használjuk most itt egyáltalán egy magaslag előadáson, de mondjuk gyakorlaton, ahol csoportbontás van, vagy ilyen gyakorlataitok is lesznek, nem tudom, most vannak-e, hogy csoportokra vagytok osztva, és a csoportok együtt visznek például kisebb projekteket. Ez Discordban például tök jól meg lehet oldani. Minden csoportnak saját streamelési lehetőség van, tehát egymással tudtok streamelni, tehát megosztani mondjuk képernyőtöket, ilyesmi. A tanár végigjárt a csoportok között, beléphet a csoportokba, belenézhet a streambe, beszélhet veletek csak az adott csoporttal, szóval barom jó. Szerintem ez a platform. Hát sokan is használják, gamerek. Na, menjünk tovább. Van itt egy típus, ami viszont a gyakorlati órákotok... Na. Pillanat. Ez csak víz volt. Lehet, hogy még egy kávé kellene. Na, ami gyakorlati óráitokon, szép magyar nyelv, előjöhetnek ezek az enum típusok. És őszinte leszek, ez egy olyan témakör, ami a vizsgán a mumus szokott lenni. Az enum típusok, úgyhogy javaslom, hogy most különösen figyeljetek. És azt is, hogy mondjam, hogy fogalmam sincs, hogy miért ez szokott lenni a mumus a magasprog egy vizsgákon. Szerintem egy baromi egyszerű témakör, de valamiért ez sok hallgatnak nem fér a fejébe, hogy ez most hova köthető ez a témakör. Nem sokat fogom cizellálni, van pár diám róla, igazából tényleg egy egyszerű dologról van szó. Enum típus, magyarosan felsorolásos típus. Képzeljétek el ezt a következő szituációt. Például csináltok egy naptárprogramot, vagy egy szabadságnyilvántartó programot egy cégnél. Arra általában szükség van, ki mikor van szabadságon, ha valaki szabadságon van, ki a helyettese, meg ilyenek. Tehát biztos, hogy szükség lesz arra, hogy a naptári napokat használjátok. Erre egy típust érdemes bevezetni, mégpedig egy felsorolásos típus, mert végülis a naptári napok egymás után következnek felsorolásszerűen, és hát jó lenne őket ebben a sorban használni egyrészt, illetve még nagyon jó lenne, ha rájuk a nevükkel hivatkoznánk. Nem
úgy hivatkozunk, hogy első nap, másodnap, harmadik nap, hétfőre, kedve meg szerdára, hanem a nevével. Vagy esetleg egy rövid névvel. Tulajdonképpen nagyon jó lenne, ha mint konstansokra hivatkoznánk. Legyen egy het konstans, egy ket konstans, egy se konstans, legyen egy azonosítójuk, sorba legyenek rendezve, nagyon fontos. És az egész össze legyen fogva, mint egy típus, mondjuk a napok típus. Na hát egy ilyen típust ti bevezethettek, itt is, mint a rekordnál, egy saját típust vezethettek be, egy olyan típust, ami még eddig nem létezett, szóval ti saját típusotok lesz, ti döntitek el, mi legyen a neve, napok, és ti döntitek el, hogy milyen értékeket vehessen fel. Het, ked, se, csut, és így tovább, ezek pedig beszédes nevek, konstansok, nevesített konstansok. Ja, ezt be is mutatom nektek, vagy esetleg nézzünk egy másik példát, például itt. Például itt a kocsi rekord típusnál, mondjuk jó lenne eltárolni a színét az adott kocsinak, tehát itt bevezetni egy mezőt, amiben a színét eltároljuk a típusnak, a kocsinak, hát nem tudom, hogy milyen típusú legyen ez a mező, de a mező neve az lesz, hogy color. És az a kérdés, hogy milyen típus legyen ez a mező. Hát kapásból az ember arra gondol, hogy legyen string, mert akkor majd szépen itt el tudja tárolni ennek a korfókusznak a színét, ami legyen mondjuk, most legyen magyaros, jó, fekete, ilyen formában. És tegyük fel, hogy a Toyota Yaris-om is, ami begördült a kapun, most fekete, ezért elkezdem írni, hogy fekete, de valamit elgéperek, így kerül be oda a színnek a neve. Mivel stringekkel operálok most, elírások, kis és nagybetű közötti különbségek abszolút nincsenek tolerálva, vagy jobban a tolerálva vannak. Emiatt ez a két autó most különböző színűnek számít tulajdonképpen, mert ez a két string nem egyezik meg. Jó lenne, ha eleve előre lefektethetném azt, hogy milyen színek vannak, és azok közül választhatni ezen a ponton, nem pedig én kellene, hogy begépeljem itt, nagyon vigyázva az elütésekre. Na, valami ilyesmire jó az Enum. És egy új típus. Ezért a klasszokkal egy szinten érdemes bevezetni, hiszen a klasszok is új típusok. Csak nem klassz kulcsszóval kezdünk, hanem Enum kulcsszóval, és akkor hát legyen a neve az a típusnak, hogy color. Én neveztem most el, és hát igazából lehet egy sorba is írni, akár több sorba is a színeket, mondjuk bevezettem a fekete típust, itt viszont használhatok. Mivel ezek azonosítók, itt célszerű talán angol azonosítókat használni, de akár használhatnék magyar azonosítókat is, akarnék, teljesen mindegy. Az első szín legyen az, hogy black, a második szín legyen az, hogy white, a harmadik szín legyen az, hogy yellow. Elmondtam, ezeket akár egy sorba is írhatnám, nem muszáj külön sorokba írni. Itt a dián erre láttuk egy példát. Na de ami a lényeg. Mivel vezetem egy color típust, itt szépen lecserélem a string típust a car rekordon belül a colorra. Innentől kezdve a color mezőnek már nem adhatok stringet értékül, hanem csak ezek közül, az értékek közül adhatok egyet. És csak ezek közül egyet. Hogyan? C-sharpban következőképpen történik ez. Először be kell írnom az enum típusomnak a nevét, color, majd írok egy pontot, majd tudok választani a lehetséges értékek közül, például tudok itt választani black-et, tudok választani, hogy a Yaris, hogy legyen szép sárga, yellow-t, és így tovább. Nagyon fontos, mint látjátok, csak az előre megadott értékek közül tudok választani. Magyarul itt már elgépelési lehetőség nincs. Na, erről szól az egész, hogy a programozót, ez esetben saját magamat, tudom kontrolladat tartani, csak előre megadott értékek közül választani, és csak azokat engedni használni. Na, hát remélem érthető volt.
Nézzük, hogy itt mi van a háttérben. A háttérben hát már kicsit előrevetítettem, az van, hogy ezek a bevezetett értékek, mint a hetked és a többiek, vagy a yellow, vagy a black, ezek nevesített konstansok, tehát van egy nevük. A konstansokról megtanultuk korábban, hogy azoknak van egy értékük is, meg egy típusuk is. Az a kérdés, hogy mondjuk a hetnek mi az értéke, mi a mögöttes értéke. Ez a neve, de mi a mögöttes értéke, és milyen típusú. Alapértelmezetten minden egyes konstans mögött, itt az enumó belül, int áll. Tehát mindegyik mögött egy int érték áll, és ez az érték nullától indul. A nulla értékét veszi fel a het, a ked az egyet, se a kettőt, és így tovább. Az én programomban tehát a black értéke nulla, white értéke egy, a yellow értéke kettő. Ezt egyébként le is tudjuk ellenőrizni. Kírom a nevét, a színét is az autónak. Először a szokott formában x.color. Nézzük, hogy jelenik meg a képernyőn. Oké, látjátok, megjelenik a szín, black, illetve a yellow. Ez a neve a konstansnak. Nagyon könnyű leleplezni őt, és a mögöttes int értéket megjeleníteni. Úgyhogy típus kényszerítem a mező értékét intre. És ott is vagy a blacknek az értéke a nulla, a yellownak pedig a kettő. Na, ezek a mögöttes értékek. Ezek tárlódnak tulajdonképpen a memóriában, a color mezőben, tehát mindegyikben egy-egy int érték áll. De csak azért mondom el, egyrészt tudni kell erről, hogy itt tulajdonképpen int értékek tárlódnak a háttérben, egyébként ezekkel akár lehetne számolni is. Igazából a programozóként mi a nevüket látjuk, ezeket a konstansoknak a nevét. Azért is mondom el, mert gondoljunk bele, hogy ez memória takarékossággal is jár, hiszen ha stringként tárolunk valamit, az annyiszor 2 byte a memóriában, ahány betűből áll az a string, plusz még van ott egy plusz memória cím. Letárolva ebben nem megyek bele, mert a következő diasorban ez erről is beszélek. Int esetén fix 4 byte-on tárolódnak ezek az értékek. Sőt, itt még lehetne további spórolást is megtenni. Csak gondoljatok bele, hogy itt 0-tól 6-ig kell tárolni a napoknak az értékeit, hát nagyon nagy luxus egy intet elpazarolni erre. Milyen típus lenne itt a legjobb int helyett, amin egy 0 és 6 közötti értéket el tudok tárolni? Ki tudja megmondani, C#-ban mi az a minimális típus, ami egy 0 és 6 közötti érték tárolására optimális? Nem megy, mi? Karakter. Karakter. Karakter, vagy még jobb a byte? Az a másik. A byte, ugye ez az egy byte-os típus, és hát egy jó hírem van, ti tudtok arról C#-ban rendelkezni, hogy mi legyen az a mögöttes típus, esetleg nem az intet választjátok, az alapértelmezett típust, amit itt használnia kell a C# fordítónak. Az enum típusotok mögé 2-es ponttal elválasztva beírhatjátok azt a típust, amit rá akartok kényszeríteni a fordítót, hogy használjon mondjuk byte. Ezt meg is mutatom. Itt ugye erről van szó, hogy itt az enum típusom mögött meg tudok adni egy olyan típust, amit neki használnia kell, mint mögöttes típus. Ez lehet byte, lehet uint, lehet short, lehet az egész típusok. Próbáljunk ki másokat is, lehet esetleg. Az nem lehet. Lebegő pontos típust itt nem használhattok, sőt itt ír is a hiba üzenetben a Visual Studio, csak byte, sbyte, short, short, hát az összes 8 darab egész típust lehet használni. Itt egyébként a byte lenne az optimális ebben az esetben is. Még egy dolog van, nem csak a típusról rendelkezhettek, az enum
az anon típus bevezetésekor, hanem az értékekről is. Mondjuk megmondhatjátok azt, hogy a blacknek az értéke legyen egy, a white-nak esetleg kettő. Ugye emlékeztek, alapértelmezetten nullától lennének értékek, sőt, akarjátok, akár hozzárendelhettek ezek az értékekhez szürke árnyalatos, hát nem tudom, ezt kicsit tudom, ilyen színkódokat is, mondjuk a blackhez a nullát, a whitehoz a 255-öt, a yellowhoz nem tudom, mit rendeljek, de most... Elnézést, Kristóf, behallatszódsz nagyon. Köszi. A yellowhoz valami más értéket rendeltek, tehát teljesen rátok van bízva, hogy ilyen konkrét értékeket rendeltek az egyes értékek, az egyes konstansokhoz. Gondoljatok el például egy játékprogramot, valaki tényleg behallatszik nagyon, Kristóf, kérlek, halkítsd le magad. Oké. Gondoljatok el, képzeljetek egy játékprogramot, amelyeknél az egyes felhasználókhoz szintek vannak rendelve, ezért bevezetek a játékom egy user levels enumot, és konkrét értékekkel ruházom fel az egyes szinteket, még az amatőr szint 100-as értéket veszi fel, a fél profi a 200-as, mert lehet, hogy ezekkel később számolni fogok a játékon belül, mondjuk kiszámolom belül, hogy mennyi ellenfél zúduljon rám hirtelen. Szóval ilyen esetekben érdemes konkrét értékeket rendelni az enum értékekhez. Kristófot valaki nem tudja megbökni. Most írtam neki. Köszi. Kérdésem van. Itt a user levels-nél, ugye az amatőr szinthez a 100-at rendeltem, a semi-prohoz a 200-at, prohoz nem rendeltem semmit. Van valakinek ötlet, hogy a prohoz milyen érték fog rendelődni automatikusan? Egyes. Az alapjátékot. Nem egyes. Az alapértelmezett, hogy megadott default. Tehát nulla? Nem? Hogyha nulla megadva, akkor összeadja a kettőt. Tessék? Összeadhatja a 200-200. Igen, a 200-ból indul ki, mindig az előző értékből indul ki a 200-ból, azt növeli egyel. 201 lesz, mindig így folytonosan próbálja az értékeket feltölteni. Tehát a pro értéke 201 lesz. Mindig az előző érték plusz 1. Jó, ezt is tisztáztuk. Na, hát ez az enum. Remélem, hogy vágtátok, hogy nem olyan bonyolult ez az egész. Gyorsan összefoglalom tényleg. Tehát az enum típus az egy saját típus bevezetéséről szól, arra kihegyezve, amikor nevesített értékeink vannak, tehát nevekkel fogunk hivatkozni az egyes értékekre, de az egyes értékek között mögött konkrét értékek is megbújhatnak. Néha kíváncsiak vagyunk ezekre az értékekre, néha nem. Tehát például itt a napok esetén annyira nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy most például a csütörtök név mögött milyen érték áll, csak használni akarjuk az adott napneveket. De néha, mint itt a játékprogram esetén, bizony lehet, hogy szükségünk van arra, hogy számoljunk esetleg majd ezzel a mögöttes értékkel, ilyenkor beállíthatjuk teljesen igényre szabottan a konstansoknak az értékét, és ez is lehetséges. Ami még fontos, hogy személyre szabhatjuk a típust is, ezeknek az értékeknek a típusát is, ezzel esetleg nem óriási spórolhatunk, ha az int típus nekünk túl nagy, akkor kicsit lejjebb vehetjük byte-ra vagy usholt-ra, vagy esetleg, hogyha túl kicsi az az int típus, tehát nagy értékeket akarunk kipálni a konstansokban, akkor használjuk a longot meg az ulongot. Oké, na, hát itt erről már beszéltem tulajdonképpen, hogy hogy használjuk a bevezetett enum típust
hogy az enum típust, mint típust használhatjuk mondjuk egy változó deklarációjában. Én is valami hasonlót csináltam itt, a típust, mint ennek a mezőnek a típusát használtam fel. Tehát én a demóban kicsit többet mutattam, mint itt a diánál. Aztán hogyan hivatkozunk az adott enum bizonyos értékeire, a pont operátorral, ezt is elmondtam. Illetve itt van egy nagyon szép példa, csak képzétek el, hogy a naptárprogramotokban, vagy a szabadságnyilvántartó programotokban meg kell vizsgálni, hogy milyen hétre van kírva mondjuk az a szabadság, ha hétfőre van kírva, akkor más dolgokat kell tenni, mint hogy a kedd lenne kírva. Gyönyörűen lehet switch-el esetszétválasztást csinálni enum értékeken. Itt a kézek mögött ezek a konkrét enum értékek állnak, mint napok.hét, napok.ked. Nagyon jól együtt működik az enum a switch-el, nagyon szép transzparens kódot lehet írni. Nézzük, hogy... Na, hát igen, van-e kérdés ezekkel kapcsolatban? Nincs. Én azt szeretném kérdezni, én most rányomtam a kollégára egy mute-ot, most már se hallja, vagy most csak én nem hallom? Csak te nem hallod. Ah, kár. Ki lehet kapcsolni egyébként a... Tehát el lehet némítani a felhasználót, hogyha jobb egérre rákattintotok. Szerintem én le tudom hallgatni teljes mértékben. Ez az. Okay. De most szegény nem tud majd kérdezni, akkor... Majd ír. Oké, köszönöm. Biztos, hogy nincs a gépnél. Hát igen. Nincs is otthon dolog. Nem hallunk, szakadozol. Igen, nem szakadozik, nem látom. Nincs otthon, dolgozik. Nincs otthon, dolgozik. Na, akkor nincs kérdés így a diával kapcsolatban, az enumokkal kapcsolatban? Van egy gyakorlat, ahol már esetleg találkoztatok enumokkal? Olyan gyakvazér, úgy értem. Bíró Csabánál még nem. Nem hallok. Bíró Csabánál még nem. Ugye halk vagy Bíró Csabánál, ugye azt mondtad? Igen, ott még nem. Ja, ott még nem. Trolleret tanárulnál se. Sem. Jó, hát lehet, hogy előjön majd, nem biztos. A nappalin biztos, hogy szokták használni, mert sokszor célszerű bevezetni enumokat. Mondjuk gondoljatok arra, hogy user adatokat tároltak, és el kell tárolni, hogy valaki férfi nemű vagy nő nemű. Erre is érdemes egy enumot bevezetni. Vagy milyen a beosztása egy adott cégnél. Különböző beosztás, tehát különböző pozíciók vannak, ezeket is érdemes egy enumban eltárolni. Szóval annyi fajta példát lehet mondani a való világban, ahol az enumok nagyon jól jönnek, és szép kódot eredményeznek. Amire még szükségetek lehet, na ez szokott még most lenni vizsgán, a parszolása enumoknak. Ti már megtanultátok, hogy hogyan parszoljatok intet, floatot, stb. Ha enumokat használtok, akkor sajnos enumokat is tudni kell parszolni. Ugye ez az a use case, amikor a felhasználótól megkérdezzük például, hogy milyen legyen az autó színe. Ő beírja, parszolnunk kell azt, amit beír, ahhoz, hogy le tudjam tárolni az autó objektumomban a színt, mint enumot. Ezt fogjuk most kipróbálni, de egyébként először nézzük meg ezt a nagyon undorító szintaxist. Először is ugye a user readline-nal beírja az autó nevét, de az autó színét tegyük fel, bár itt a példában más van, na mindegy. Ezt stringként kapjuk meg, eltárjuk ezt a stringet, majd a parszolást az enum.parse metódussal tudjátok megtenni. Ezt kell megjegyezni, nagy e betű egyébként, nem kis e betű, mint a enum bevezetésekor, hanem itt nagy enum, nagy betűs enumot kell használni, ez egyébként egy osztály, na mindegy. enum.parse, és zárójelek között ugye meg kell adnatok a stringet, amit parszolni akartok. Ez eddig nagyon hasonló akár az in.parse-hoz.
Na de, van egy másik paraméter. Hoppá, ezt gyönyörűen bekarikáztam. Ebben meg kell mondani, hogy milyen típusú, milyen enum típusra szeretnétek parszolni azt az est. Napokra, vagy kolorra szeretném parszolni. Ezt ilyen formában kell megadni, type of, zárójel, napok, vagy type of color. Ezt fogjuk most kipróbálni. Mondjuk itt bekérjük az első kocsinál a színét. Persze bekérhetnénk a brandjét és a number plate-jét is, mindegy, ezt nem írom meg, azt meg tudnátok oldani. Kérjük be az autó színét, és hát be is kérjük, mondjuk egy S változóban, sima headline-nal, eltároljuk azt, amit beír a felhasználó, de mind még stringet, még szöveget. Most a lényeg, itt parszolni fogom ezt az est. Is volt enum.parsz zárójel, és hát már segít a Visual Studio, megmondja nekem, hogy két paraméter szükséges. Először meg kell mondanod, hogy milyen enum típusra szeretnéd parszolni azt a stringet, majd meg kell adnod magát a stringet is. Na, hogy volt ez? Type of color, ez az első paraméter, ilyen enum típusra szeretném parszolni a stringemet. Milyen stringemet? Hát az s stringet. Jó, kész is vagyunk. De sajnos hibüzetet kapunk, mégpedig egy elég rejtélyeset. Itt az alsó sort kell nézni, azt mondja, hogy nem tudok objectet colorra konvertálni. Hát, hogy mi ez az object, erről majd következő félben tanulunk nagyon részletesen, de igazából itt a következőről van szó. Az enum.parse metódus az mindenfajta enum típusra tud parszolni, akár a napokra, akár a colorra, akár a 182. enum típusra. Ezért, amit ő visszaad, az egy nagyon általános típusú adat. Az object az a lehető legáltalánosabb típusú adat, ami csak létezik a .NET-ben. A lényeg, hogy ezt kell, ezt a nagyon általános típus kell nektek konvertálnotok, kényszerítenetek a céltípusra, ezért az egész elé még be kell írni zárójelbe azt a típust, amire konvertálni akartok. Úgyhogy ezt kell megjegyezni, nem tudom, ha nem volt teljesen világos, akkor nem volt egyelőre, majd később azzá fog válni. Az is elég, egyelőre megjegyzitek, hogy ide be kell írni még egyszer, zárójelbe az egész elé azt a típust, amire konvertálni akartok. Na, most már ennek így mennie kell. Próbáljuk ki, oké? Most csak a Ford Focus esetén kérem be a felhasználótól a színt. Add meg az autó színét, beírom a black. És hát, oké, itt el is tárlódott az a black a Ford Focus színeként, ami ugye a nulla kódúnak felel meg. Itt, ha kitörlöm ezt az IP konvertást, akkor látni fogjátok, hogy működik. Most legyen más a színe, legyen fehér. Ott is van Ford Focus színe, fehér lett, eltárlódott. Persze itt nagyon figyeltek oda, hogy nehogy elírjatok valamit. Szerintem, ha már kisbetűsen írom a byte-ot, akkor probléma lesz, így van. Itt az enum.parse rögtön szól, hogy a byte, a kis W betűvel írott byte nem található, nincs ilyen az enum-ban. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni begépeléskor, hogy karakterhelyesen írjuk be az adott stringet. Hát persze itt ezt ki lehetne kényszeríteni, berakni egy ciklusba az egészet, addig kérni a színt, amíg a helyesen nem írja be a felhasználó, vagy esetleg egy menüt írni, ahelyett, hogy meg kéne gépelni a felhasználók a színt, egy menüből tudna választani, és az alapján tudnék itt legyártani egy enumot, tehát sok más lehetőség is lehet. Na, ez a parszolás, amit néha majd használatok kell, de egyébként nem túl gyakori, de azért erről is tudnotok kell. Más nyelvekben enumok, egy dián van erről. Igen, más nyelvekben is vannak enumok. Az enumok, azok nagyon alapvető programozási eszközök, már a
régi nyelvekben is benne voltak például a C-ben, majd az arra épülő C++-ban, a Java-ban is ott vannak az enumok, és nagyon-nagyon-nagyon hasonlóan használandóak, mint C#-ban. Ha valakit érdekel jobban, csak keressen rá C++ enum, nézzen egy példát, és hasonlíts össze a C#-ossal. Java enum, keressen rá. Python az egy érdekes kivétel, mindig üdítő kivétel, nincs enum Pythonban, mint alap nyelvi eszköz. Az előzőekben, említett nyelvekben azokban alapnyelvi eszköz az enum, Pythonban nem az. Pythonban kiegészítésként lehet enumokat használni, létrehoztak egy speciális klaszt, azaz osztályt, ami nagy betűs enum névre hallgat, ugye ismerős C-sharpból is. Ezt be kell úgymond importálni, ezt az osztályt, ezt a kiegészítő osztályt, és ha ezt beimportáltam, akkor tudok én, tulajdonképpen mint rekordot, mint osztályt, mint klaszt bevezetni enumokat, ilyen szintaxissal, innentől kezdve a folytatás az nagyon hasonló, ugye ezek lennének a red, a green, a blue, a mezők, lehet hozzájuk akár értéket rendelni, innentől kezdve tényleg hasonló a dolog. Még egyszer, Pythonban ez egy kiegészítés, nem pedig az alapnyelvnek a része. Elértem ennek a diasónak a végre, én nem számítottam, hogy ez ilyen sokáig fog tartani, de ha már ilyen sokáig tartod, egy kis szünetet tartsunk, nem? Jó. Jöhet egy kávészünet. Oké, 10 perc szünet, és akkor utána jön még egy diasor, azt végignyomom, aztán megyünk a dolgunkra. Akkor 10 perc múlva találkozunk. 10 perc találkozunk, köszi. Folytatjuk az órát. Lehet engem hallani? Igen. 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 Titeket is, nagyszerű. Jó, néha szürcsölés hang fog belehallatszódni a mikrofonba, de én nem bánom. Kávéval kellemesebb. Na, hát akkor jöjjön a második diasor, az utolsó diasor mára. Viszont ez elég hosszú, 28 dia van benne. Viszont mesélősebb, esetleg egy helyen fog demózni, de próbálok haladni. Nem egy könnyű témakör, úgyhogy biztos ki fogtok fáradni a végére, meg én is. De ezt jól át kell beszélnünk. Oké, hát a címe sem valami nagyon figyelemfelkeltő, mert megint a típusokról lesz szó, ráadásul mindenfajta rejtélyes jelzők állnak itt, érték típusok és referencia típusok, elég technikai jellegű lesz ez a diasor. Bármikor elvesztitek a fonalat, kérdésetek van, kommentetek van, kérem, ne kiméljetek. Nem lett megosztva a kép. Csak nekem. Ja, bocs, köszi. Kaphatunk egy képernyőkét? Igen, jön. Gondoltam, nehezítek most egy kicsit az óratartáson, úgyhogy szóban magyarázom el a diákat, és nem láttok semmit. Most már lehet látni? Jó, nekem jó. Jó. Szóval érték, típusok és referencia típusokról lesz szó. Hát a kezdés az saját, tehát hogy mondjam, megkönnyebbülésetekre egy olyan dia, amit már láttatok. Vagyis hát a múlt órán a típusokról elég... tehát már a legelején is, meg újra visszatérve beszéltem, és ezt tényleg láttátok már ezt a kettébontását, ezt a csoportosítását a típusoknak. És már azokon a diákon is oda volt írva, függőleges itt a narancssárga részben, ez a két szó, értéktípusok és referenciatípusok. Na igen, szóval a programozási nyelvekben, így a C-sharpban is a típusok ebbe a két kategóriába sorolódnak. Ha megnézitek, hogy milyen típusok tartoznak az értéktípusokhoz, például egész típusok, lebegő pontosok, logikai karakter, míg a referenciatípusokhoz olyanok, mint string, tömb, a listát oda is írhatnám, osztály, most beszélünk az osztályról, a klasszról, akkor úgy rá érzésre, szerintem ti is érzitek, arról úgy történik a kettébontás tulajdonképpen, hogy az egyszerű típusok tartoznak az értéktípusokhoz,
mert egy-egy értéket tárolunk, mondjuk egy egész típusú változó, vagy egy logikai változóban, tehát ezek az egész értéktípusok, míg a referencia típusok közé az összetett adatszerkezetek tartoznak. A string is egy összetett adatszerkezet, hiszen sok karakter tartalmazhat, a tömb meg a lista az is sok elemből állhat, az osztály és a rekord az is több mezőt tartalmazhat. Tehát itt egyszerű, illetve összetett típusoknak a kettéválásáról van szó valahol, de ennél finomabb a dolog. Annál is inkább, mert ott látunk az értéktípusoknál egy kakukktojást, a struct-ot. A struct az is egy rekordtípus, csak kicsit más, mint az osztály. Ugye ezt is mondtam, most nem akarom visszavinni ez arra a diára, hogy a struct és a class rekordtípus, egyetlen különbség köztük, hogy az egyik a struct az értéktípus, a class pedig referencia típus. Hát ezt látjuk itt most. De a struct ez egy összetett típus, mégis az értéktípusok között van. Tehát inkább itt másról van szó, nem egyszerűségről, meg összetettségről, de egy ilyen aspektusa is, mintha lenne a dolognak. Na, hagyj kezdjem el magyarázni, mi az az értéktípus, és mi a referencia típus. Értéktípus nagyon egyszerű, van egy változótok, mondjuk egy egész típusú változó, az a változó direktben mutat a memóriában arra regeszre, amiben az ő értéke található. Tehát az értéket közvetlenül eléritek, hivatkozzátok ezen a változón keresztül. Innen jön az elnevezés, értéktípus. Például ebben az esetben az X változó egy ilyen két bájtos rekeszre mutat, ugye a short az két bájtos típus, amely benne van az érték az 50. Mint ahogy írom alul, ilyen esetben a memória felhasználás pontosan a típus méretével egyezik meg, tehát pont két bájtot használunk a memóriában. Na hát van itt egy érdekes jelenség, nyilván ezt tapasztaltátok már, meg ki is használtátok. Van egy értéktípusú változó, mondjuk egy short vagy int típusú változó, és azt értékel adjátok egy másik ilyen változónak, az érték az másolódik. Innentől kezdve a példán látható x meg y értékei teljesen külön utat járnak be, nincsen köztük összefüggés. Ha az egyiket változtatjátok, az a másikon nem érződik. Tehát tulajdonképpen leklónozzuk az értéket, és tároljuk el másolatként. Na, hát ez a két legfontosabb jellemzője az értéktípusoknak. Ezeket használtátok javarészt eddig, úgyhogy gondolom ez természetes, amit láttatok. És ugyan ezek a tulajdonságai a struct-nak is, amit még nem használtatok. Legalábbis gondolom legtöbben nem használtatok. Úgyhogy beszéljünk a struct-ról, mert én még nem beszéltem róla részletesen. De nem is nagyon szükséges annyira részletesen, mert csak nézzetek a baloldali dobozba, hogy a struct az egy rekordtípus. Tök ugyanúgy néz ki, mint egy class, mint amit használtam itt a programomban. Ugyanígy néz ki. Csak a class szócska helyett a struct van ott. És igazából a felhasználás is ugyanaz, mint látjátok, deklaráltok egy rekordtípusú változót, a mezők értékét állítjátok, stb. Ezt is kipróbálhatjuk itt. Az a különbség, hogy itt nem lehet kezdértékeket adni egy struct mezőjének, hanem az első különbség. Hál' Istennek a Visual Studio szól. És igazából ennyi az egész, minden más ugyanúgy működik, viszont van egy jelentős tulajdonsága a struct-nak, mégpedig az, hogy ő értéktípus. Na, mit jelent ez? Nézzük meg ezt a példát, tegyük fel, bevezetek egy student típusú változót, amit aztán értékül adok egy másik változónak. Hát ha a student a struct, az értéktípus, akkor klónozódni fog, le fog másolódni az értéke az x-nek, tehát az egész rekord le fog másolódni, ez az egész rekord átmásolik egy új memória címre, és az a másolat, az a klón fog értékül adódni az y-nak, és innentől kezdve ez a két rekord több külön életet él. Átállíthatjátok az egyiknek az életkorát nyugodtan 20-ra, a másiknek az életkora 19 marad. Ez lehet jó is, hát
use case kérdése, de lehet rossz is, mert végül is itt ugyanarról a szeméről van szó valószínűleg, tehát tök fura, hogy egyik helyen megváltoztatjuk az egy adatát, és a másik helyen ez nem érződik. De tényleg így van. Ezt meg is mutatom nektek. Itt most kicsit lecsupaszítom ezt a programot. Visszaállok arra a verzióra, amikor van egy változó, benne egy autóval. Mondjuk C1-nek hívva ezt a változót, és ami a lényeg, hogy én most vezetek egy másik változót, aminek értékű adom a C1-et. Na, ilyenkor mi történik, mivel struct-ról van szó, a C1 rekordról egy máslap készül, ami el fog tárolódni a C2-ben. És ezt úgy fogom nektek demonstrálni, hogy a C2-nek megváltoztatom egy adatát, mondjuk, bocsánat itt, hogy azt meg már beépített szín, hogy fekete volt a Ford Focuson, de mondjuk illegális forrásból származik, ezért átszínezzük, átfestjük. Legyen sárga, mindegy. És itt alul mind a két autónak az adatait szépen kiírom. C1-nek az adatait is, a C2-nek az adatait is. Na és hogyha minden igaz, azt fogjuk tapasztalni, hogy két Ford Focus rekordom lesz, az egyik fekete, a másik sárga, magyarul tényleg itt az értékadásnál egy máslat készül az eredeti rekordból, és onnantól kezdve ez a máslat teljesen külön életet él. Egyik adatát megváltoztatom, az eredeti rekordban az nem érvényesül, mint ezt láthatjátok itt. Viszont mutatok egy érdekességet, ha nem struct-ot használok, nem class-t, mint eredetileg is tettem, lássatok csodát, ha a másolatot idézőjelben megváltoztatom, mondjuk az autó színét, az az eredeti autón is változás fog, tehát fog indukálni, vagy úgy tűnik, mintha amikor class használok, ez a C1 meg ez a C2 változó ugyanerre az egy autórekordra hivatkozna. És nem két külön autórekordra, és ez valahogy természetesebb is ebben a kontextusban, hiszen ugyanarról a Ford Focusról beszélünk, aminek ugyanaz a rendszáma. Miért kéne duplikálnom ezt a rekordot? Ugyanarra a rekordra mutasson mindegyik változón. Igen, pont. Na, hát hogy miért van ez a jelenség, és miért kell erről ennyit beszélni, ezt demoztam most. Tehát ha ti ezt nem tudjátok, hogy a háttérben mi zajlik a memóriában, simán esettek abba a verembe, hogy egyszerűen értékül adtok egy rekordot egy változónak, és onnantól kezdve, és módosítjátok annak a rekordnak az adatait, és azt vesztek észre, hogy hoppá, hát itt redundánsan tárolódnak adatok, és nem egyeznek meg. Ilyenkor el kell tudnatok dönteni, most struct-ot használjátok, vagy class-t egy rekordnak az implementálására. Na, szóval struct-nál remélem érthető, hogy miért van ez a fura jelenség, hogy lemáslódik a rekord, és onnantól kezdve külön életet él. Ez az esetek többségében nem jó, hogy így van a való életben, hanem inkább kéne class-t használnunk, ami viszont nem értéktípus, hanem referenciatípus. Na, beszéljünk akkor a referenciatípusokról, miben mások, mint az értéktípusok. Referenciatípus esetén a változótok nem direktben hivatkozik az értékre, ez esetben a rekordra, hanem így indirekt módon. Igazából mutat a memóriában egy rekeszre, amiben egy memóriacím található. Azt a hexadecimális számot raktam bele, jelezve, hogy ott valami technikai információ, egy memóriacím, mégpedig a rekordnak a memóriacíme. Tehát
Ez a rekesz mutat a rekordnak megújott színre. Indirekten hivatkozik a változó magára a rekordra. Ezért hívják referencia típusnak az ilyen típusokat, mert a memória címet referenciának is szokták nevezni, az ott a hexadecimális szám egy referencia. Értelemszerűen, amikor referencia típusokat használunk, referencia típusú változókat, van egy overhead, vagyis egy ilyen plusz memória felhasználás, nem elég csak a rekordot tárolni, az adott értéket tárolni a memóriában, hanem plusz még ezt a referenciát is, memória címet is kell tárolni. Hát, hogy ennek mekkora mérete, az függ attól, hogy milyen operációs rendszert használtok, ha mondjuk 64 bites használtok, mi manapság legtöbben azt használunk, akkor ennek az mérete 8 byte. Ez mindig hozzáadódik a memória felhasználáshoz. Értékadás. Na, erről kell beszélni. Mi van akkor, ha van egy referencia típusú változó X, és ezt értékül adom egy másik változónak, Y-nak? Ilyenkor mi történik? Hát ilyenkor csak az az érték másolódik, amire közvetve mutatnak ezek a változók. Ugye erre a referencia memória címre mutatnak, tehát az X által mutatott memória cím átmásolódik a X által mutatott rekeszbe. És hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők indirekten ugyanarra az egy rekordra mutatnak ezen a dián. Na, ezt láttuk a demóban, amikor én klaszt használtam, ami referencia típus, két klassz típusú változó indirekten ugyanarra az egy rekordra mutatott, tehát az egyiken keresztül megváltoztattam mondjuk a kocsi színét, vagy az esetben megváltoztatom a user életkorát, az a másik változón keresztül is megváltozott formában látszódik majd. Tehát ez a következmény, amit alul láttok. Ugyanazt az egy értéket piszkáljuk akár több irányból, több változón keresztül. A való életben ez a gyakori, hogy erre van szükség. Kovács Marika, aki legyen egy Neptun ügyintéző, például Eriknek, Berta Eriknek a rekordját lekéri az adatbázisból, és beleírogat, de közben Olá József, másik Neptun ügyintéző, és ugyanezt teszi, tehát két külön változó mutat ugyanarra az egy rekordjára Eriknek, és hát nyilván jó lenne, ha Eriknek az adatai konzisztensek maradnának, csak egy példányban léteznének. Remélem érthető az analógia. Közben bármi kérdés van, várom őket. Oké, adok itt egy érdekességet még. Ezt soha nem próbáltam, kíváncsi, hogy működik-e. Mégis structot használnék itt, tehát értéktípust. És törlöm ezt a részt, hogy mi történik. Működik. De ha visszatérek a régi megoldáshoz, ami a C-Sharp 3.0 előtt is működött, deklárok egy változót, egy rekordtípusú változót, és mezőnként beállítom az ő egyenként beállítom az ő mező értékeit, akkor vegyétek észre, hogy itt a C1 változó bevezetése után nem használom a newPult szót. Ugye eredetleg így nézett ki a dolog, így is működik egyébként a dolog. Egy a Visual Studio szól, hogy lehetne egyszerűsíteni a... Nézzük meg, mit akar itt. Na, vissza akartam nem iratni azt a kapcsolatos változatot. Tehát, amikor klasszokat használunk, elmondtam, hogy kötelező new-val inicializálni a rekordot, memóriát foglalni neki. Ez nem kötelező akkor, ha nem klassz, hanem structot használtuk. Ez működni fog. Így látjátok.
Klassz esetén sajnos nem ez a helyzet, és el akarom magyarázni, hogy miért nem. Már szól is a fordító. Hát az a hibaüzenet lényege, hogy a C1 váltó nincs inicializálva. Tulajdonképpen ezt az inicializációt várja tőlem a fordító, így minden működik. Klassz esetén, struct esetén ez nem volt szükséges. Ebben merüljük el egy kicsit. Igen, a struct esetén, mint itt ezen az ábrán látható, a new memória foglalás nélkül is automatikusan lefoglalódik a memória a változó által mutatott értéknek, ez esetben rekordnak. Tehát csupán deklaráltok le egy változót, a többiről a rendszer gondoskodik. Nem kell nektek manuálisan a new kulcsszóval memóriát foglalni. Ezzel szemben referencia típusoknál a new kulcsszó használata úgymond kötelező. Ti vagytok azok, akik referenciát állítotok elő ebben a változóban azzal, hogy memóriát foglaltok. Szóval a new kulcsszó használata minden referencia típusnál szükséges. Itt látjátok, a klassznál ugye így kell, ezt mutatta a programban is, mi történik ilyenkor, na ezt nézzük meg, mi van, hogyha ezt kifelejtjük. Tegyük fel, ez a dia ezt magyarázza el. Oké, akkor onnan indulok, hogy van egy speciális kulcsszó, egyébként a C# referenciában is benne van, amit az órán nézegettünk, a null vagy null. Az egy nem létező memória címet képvisel, egy nem beállított memória címet. Mint ezt írom itt, ez a referencia típusok alapértelmezett értéke. Mit jelent ez? Kövessük ezt a példát. Bevezetek egy X változót, aminek a típusa student, a student az most egy class egyébként, tehát referencia típus, még nem adtam neki értéket. Ilyenkor az X érték alapértelmezett, ez a 0 lesz. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy még nem mutat sehova ez a referencia. Nem mutat tovább, indirekt módon a tényleges, X-nek a tényleges értékére. Még nincs beállítva, 0. Amikor new-val memóriát foglalok, mi történik? Az történik, hogy a fordító azt is fel, hogy keres a memóriában egy akkora részt, egy akkora szeletet, amiben bele fog férni egy student record, mondjuk talál itt egyet, és ennek a memória címét, a referenciáját beírja a bekeretezett, pirosra bekeretezett részbe. Tehát ott eredetleg 0 volt, keresett, talált egy memória címet, ahol befér egy student, memória címét beírja az X által mutatott rekeszbe. Ennyit tesz a new. Innentől kezdve megyünk tovább, egyenként beállíthatjuk a mezőket, ilyenkor az indirekten mutatott rekordba fognak bekerülni ezek a mezőértékek, folytonosan erről beszéltem. Na, mi van, ha esetleg kifelejtjük a new-val való memóriafoglalást, bár láttuk az előbb nem hagyja a Visual Studio, de tegyük fel, hogy hagyná, kifelejtjük, akkor valami ilyesmi történne, hogy még mindig 0 maradna az X-nek az értéke, magyarul nem mutatna sehova, nem mutatna egy tényleges rekordra a memóriában, ezért a mezőknek a beállítása nem lehetséges. Nincs egy olyan rekesz, egy ilyen rekord rekesz, ahová őket belerakhatnám. Szóval ilyenkor kapjuk ezt a hiba üzenetet. Nincs még lefoglalva a rekord, és így nem tudom azt retárolni. Ilyenkor egyébként, ha nem is szól a Visual Studio, futás közben kaphatunk egy ilyen hibaüzenetet, kivételt, szép szóval mondva, null reference exception, nem csak C#-ban, hanem más nyelvekben is. Ez azt jelenti, hogy null referenciánk van, tehát még nincs beállítva a referencia egy tényleges memória címre, így ezért nincs mit beállítanom, nincs hova beállítanom ezeket a mezőértékeket. Érthető? Ez remélem. Bármi kérdés van, jöhet. Közben látom, hogy Dabzse Linux alatt próbálkozik a Discordnak a telepítésével.
És nincsen hivatalos csomag, Discord csomag. Érdekes. APT. De van csak Snap-en. Snap-en? Az micsoda? Hát ez egy másik csomagkezelő, amit... Az minden függőséget tartalmaz, de van Deb is. Oké. Deb. És a Deb, akkor Debianon vagy milyen Linuxon, András? Ubuntu vagyok, de ugye az Debian alapú, úgyhogy azon megy. És akkor Debet milyen csomagkezelővel, milyen alkalmazással tudsz gyorsan telepíteni? Debet azt igazából az alapértelmezett csomagkezelőjével az Ubuntu-nak vagy a Debian-nak lehet telepíteni. Gyakorlatilag egy kattintással vagy egy paranttal. Értem, tehát grafikus felületen. Aha. Jól van. Oké, Szabolcs kérdezi, gyakorlatban mikor van használva a strat? Köszönöm szépen a kérdést. Van is egy diám erről. Ezt a Microsoft honlapján találtam ezt az iránymutatást. A straktot akkor érdemes használnunk, ezt mondják, hogyha, vagy logikusan akkor érdemes használni, ha kis mennyiségű adatunk van. Ugye ez azért igaz, mert strakt esetén másolódnak a rekordok. Tehát ha nagy méretűek ezek a rekordok, akkor nagyon nagy gáz, hogyha ezeket állandóan másolgatni kell. A kicsi méretű a rekord, akkor lehet strakt, nem olyan nagy probléma, ha másolgatjuk azt a rekordot. És ha rövid életűek ezek a rekordok, szóval csak képzétek el a Neptunban is, hogyha straktokkal dolgoznának, és sokáig tartanák egy-egy hallgatónak a rekordját memóriában, annak sok kópiáját az nagyon rossz lenne. Ha csak pillanatnyilag le kell másolni, valamit rajta változtatni, aztán soha nem használjuk többet a rekordot, akkor jöhet a strakt. Az iránymutatása a méretre, az jön a Microsoft honlapjáról, valahol egyszer megtaláltam, azt mondja, hogy a 16 byte alatt van a mérete a rekordnak, akkor használtunk straktot. Például itt jó kérdés, hogy ez mekkora méretű rekord. Hát ugye van benne egy string, aminek a méretét nem tudjuk megmondani, mert akármilyen hosszú lehet, bár majd megtanuljuk, hogy a string az is egy referencia típus. Magyarul a referencia méretét, a memória cím méretét kell alapul venni, 8 byte. 64 bites rendszeren, plusz még van egy byte, az age mező, akkor az már 9 byte, plusz még van egy enum, ez valószínűleg egy enum mező lesz, a genders, ezt megtanult, hogy annak az alapértelmezett típusa az int, ami 4 byte-os, tehát 9 plusz 4, 13 byte-os ez a rekord, ezért itt akár használhatnánk straktot is, nem kell olyan sok adatot másolgatnunk, ha esetleg straktot használunk. Nagyobb méretű adatokhoz klaszt használjatok, hiszen ott ugye az a helyzet, hogy van egy nagy méretű rekord, és mindenki arra az egyre hivatkozik, mert az összes változó, ami az a rekorddal operál. Egyébként meg én azt mondom tapasztalatokból kiindulva, hogy klaszt érdemes használni a való életben legtöbbször. Legalábbis saját célra mindenképpen, amikor leképeztek való életbeli objektumokat, autókat, hallgatókat, alkalmazottakat, stb. Rekordokra, akkor klasszokat érdemes használni. Straktokat használ viszont a .NET sokszor, amikor ilyen technikai jellegű adatokat tárolgatunk, például beszéltem nektek a daytime típusról, ami egy dátumnak és egy időpontnak a tárolására való. Na ez, ha megnézzük itt, a show, ez egy strat.
biztos érzedek a különbséget a között, hogy tárlunk egy dátumot, meg tárlunk egy autóobjektumot. Tehát az autóobjektumot valószínűleg hosszú célra hozzuk létre, valami konkrét, való életbeli objektum tárlására, és valószínűleg nagyobb méretű lesz az adat, mint hogyha csak mint ha csak egy dátumot és egy időpontot akarnék letárolni, és valószínűleg csak rövid távon, csak arra, hogy belerakjam egy másik adatszerkezetbe, vagy felnyomjam az adatbázisba. Hát remélem, nagyjából érzitek, hogy itt a kettő között feelingben mi a különbség. Remélem. Mutatok egy másik struct típust. Bizonyos gyakvezérek szoktak ilyeneket előhozni órán, hogy különböző színekkel írtok ki konzolra. Ezek enumok. Ha már itt tartunk. Konzol color, amit ugye arra használtok, hogy különböző színekkel írjatok a konzolra, az egy enum. Fel vannak sorolva benne a színek. Na, tudok-e mondani még structot, ezen gondolkodom. Mármint ilyen beépített, sokszor használatos structot, amivel esetleg ti is találkozhattatok már. Random. Hát a random az nem egy struct, hanem egy osztály. Tehát referencia típus. Persze ez nyilvánvaló. Hallottatok már az int32-ről? Szerintem igen. Ha rém lenne. Használtátok már ezt a megoldást adatok konvertálására vagy parszolására? Convert to... Igen. Oké. Okay. To int32 például ezt használtátok esetleg. Uh-huh. Na itt ugye egy stringet tudunk konvertálni, egy stringet intre, és az int az egy rövid elnevezés, egy szép álnév, egy struct-ra, amit int32-nek neveznek, egy 32 bites int, ez egy struct. Megint csak biztos érzitek, mert tudjátok, hogy az int egyrészt kisméretű adat, másrészt általában rövid jelleggel, rövid élettartammal kell inteket, intípusú válaszokat bevezetnetek, számításokat végeznetek velük, aztán el is felejtitek őket. Tehát itt is a struct feeling valahogy szerintem előjön az int, a double, meg ezek kapcsán, amelyek mind struct-ként vannak implementálva. A Swift UI a struct-okat erőlteti. Hát Swift esetén nem tudom, hogy vannak a struct-ok, azok értéktípusok-e, vagy referenciatípusok, ezt nem tudom megmondani. Ez egy másik nyelv, tehát ott valószínűleg mások lehetnek a szabályok. A Swiftben is vannak klasszok egyébként? Vannak, hát akkor érdekes. Jó, köszönöm szépen a kérdéseket, hozzászólásokat, menjünk tovább. Persze, ha van kérdés, akkor jöhetnek továbbra is. Érték és referencia típusoknak a két osztályozás. Tehát az osztályozását megint kivetítettem. Itt a referencia típusokról még kicsit beszéljünk, megint kicsit így ízlelgessük, hogy milyen típusok vannak ebben benne. Például az osztályok, ezekről már beszéltem, de ide tartoznak a tömbök is, és a stringek is. Hát az osztályokról, amivel beszéltem, itt megemlítem, hogy ti egyébként sok osztályt használtatok már, vagy fogtok használni a .NET-ben. Például a listet használtam ma. A list az egy osztály. Nézzük csak meg, itt van. Ja. Töltem. Nézzük, hogy is nézett ki ez a liszt. Itt
is van, kicsit túlfutottam. Igen. Itt van egy liszt. Na nézzünk csak rá. Bevezettem egy liszt típusú változót, és hogy inicializáltam? New-val. Itt bukik le a liszt típus. Ő egy referencia típus, mert new-val kell őt inicializálni, vagyis memóriát foglalni neki. Persze vizuális van könnyű lebuktatni bárkit, ha oda viszitek a liszt fölé a kurzorotokat, látjátok, hogy class az adott típus, tehát ő osztály, azaz referencia típus. Ezért kell new-val inicializálni. De ugyanígy a random osztály is class. Használtatok már gyakorlaton véletlen számgenerálást? Még nem. Trollerre tanárulnál még nem. A tanárulnál használtunk. Melyik tanárulnál használtatok? A troll tanárulnál, trollerre tanárulnál. Tehát valaki használt már nála, valaki nem. Valószínűleg második gyakorlaton jön elő. Oké, minden esetre... Minden esetre a videóim, amiket megosztottam veletek, az három videó azok között van a véletlen szám generálásról is egy diasor, ami a random osztályon keresztül valósul meg. Jó, nézzétek meg, tehát ez is egy beépített típus a .NET-ben, és ezt is new kult szóval kell inicializálni, tehát ez is egy osztály. Rengeteg osztály van a .NET-ben. Igazából a .NET-nek van egy ilyen komponense, amit Base Class Library-nek neveznek, vagy röviden BCL-nek, hát benne van a nevében. Osztályokkal van tele, klasszokkal. Ezek mindegyike referencia típus. Tehát itt tulajdonképpen a népesebb csoport az osztályoknak a csoportja. Rengeteg osztály van a .NET-ben. És néhány struct mutattam nektek egy-két példát, de ezek jóval kevesebben vannak, mint az osztályok. Tömbök. Na hát tömbökről se nagyon tanultatok akkor szerintem gyakorlaton. Tömbök. Ilyen diasort is osztottam meg veletek, meg videót. Most nehéz így beszélni róla. A tömb az olyan, mint a lista. Más szintaxissal lehet deklarálni. Itt láttok egy ilyen tömb deklarálást és inicializálást, ami rögtön feltűnik, hogy new kult szóval kell inicializálni, ergo ő egy referencia típus. A tömb az arról szól, hogy előre megmondjátok, hány elem lesz a listában, idézőjelben. A fix elemszámú listát hívjuk majd most magunk között, amíg meg nem nézitek azt a videót a tömbökről, tömböknek. Itt van egy 10 elemű tömböm, amiben 10 intet akarok rakni. Na hát ez egy referencia típus, ezért igazából itt sorra menve mi történik. Először is deklarálok egy tömb típusú változót. Mivel ez referencia típus, a kezdérték ennek a változat 0 lesz, tehát még sehova nem mutat, aztán new-val foglalok neki memóriát. Na, ilyenkor elindul szépen az operációs rendszer, és próbál a memóriában találni egy megfelelő méretű memória részt. Itt most a megfelelő méret azt jelenti, hogy bele kell, hogy féljen 10 darab int. Egy int ugye 4 bájtos, tehát tulajdonképpen egy 40 bájtos szabad szeletet keres a memóriában. Hopp, talál egyet, megfogja, és a memória címét, a referenciát beírja az A változóba. Ez történt itt. És csak ezután jöhet az, hogy én az egyes tömbelemeket beállítom konkrét értékekre, például a nulladik elemet 18-ra, és így tovább. Szóval tömböknél sem szabad elfelejtkeznetek a new-val való memóriafoglalásra, de nem is fogtok, mert a Visual Studio kiabálni fog. Meg eleve meg kell mondatok a tömb méretét, azt pedig csak a new kulcs után tudjátok megmondani, ez a 10 lenne. Jó, hát tömbök listák esetén ugye ugyanez az ábra, new-val kell nekik memóriát foglalni, és az mindennek a
az a leggyakoribb use case, azt már mondtam nektek, amikor mondjuk van egy listátok, amiben rekordokat tároltok, ezt próbáltuk itt ki, és nézzétek meg, egy new-val foglalta memóriát magának a listának, de utána, ez nagyon fontos, minden egyes rekordnak, amit létrehoztam és beleraktam a listába, azonnak is new-val foglaltam memóriát, mert a list is egy referencia típus, hiszen osztály, meg a kár is egy referencia típus, hiszen az is osztály. Az is osztály. Most már. Szóval itt a new kulcsszavakat kell állandóan használni, ahányszor létrehozok egy-egy klassz példányt. Ez tömbökkel is ugyanúgy igaz, erről látok itt egy diát dedikáltan, nézzük meg ezt is. Nagyon hasonló ahhoz, amit a listával kapcsolatban láttatok a kódban. Oké, tehát bevezetek egy tömböt, ugye ennek az értéke még 0, new-val memóriát kell neki foglalni, megint csak az okrendszer keres egy 10 elemű memória, szabad memória részt, vagy egy, hogy mondjam, egy, hát igen, tehát most mekkora memória része van szükségünk, ez egy jó kérdés. Hát most olyan speciális eset van, hogy a tömbben nem intek vannak, meg ilyen alaptípusok, hanem student típusú elemei vannak a tömbnek. Az a kérdés, hogy mekkora memória részt keressen az operációs rendszer. Hát egy olyat, amiben egy student belefér. 10 darab student belefér. Na jó, de egy studentnek mekkora a mérete? Úgy értem a memória mérete. Hát a student az egy class, tehát tulajdonképpen, amit itt kell tárolni, egyes tömbrekeszekben, az egy referencia, egy memória cím. Magyarul itt egy 10 darab memória címet tartalmazni képes szabad memória részt kell találnunk. Ezt meg is talál, az operációs rendszer beállítjanak a címét a student változóban. És most jön a következő lépés. Egyesével belerakjuk a tömb rekeszeibe a studentjeimet. Lefoglalok a new-val egy studentnek helyet a memóriában. Ezt meg is találja ott valahol az ábra jobb szélén az operációs rendszer, aminek a memória címét pedig beírja a tömbnek, ez esetben nulladik rekeszébe. És ezt kell folytatnom az összes rekeszre, tehát minden egyes rekesz esetén lefoglalni egy új studentnek memória címet, és azt a memória címet bírni a tömbbe. Tehát tulajdonképpen itt, mint elmondtam, olyan tömbre van szükségem, hogy képes 10 darab memória címet tárolni. Szóval, ha belenézünk a memóriába, bizony egyre inkább olyan szerkezeteket kapunk, amelyek össze-vissza vannak tárolva a memóriában, tehát ilyen indirekt hivatkozásokon keresztül vannak összeláncolva az egyes elemek, és ez nagyon általános lesz. Tehát ez lesz a jövő, ami itt a programozás képzéseteket illeti, tehát össze-vissza, összeláncolva fogtok tárolni adatokat. Ma tanultuk ilyen adatszerkezeteket is, algoritmusok tárgyból, hogy ábrázoljunk szétszórtan a memóriában mindenfajta adatainkat, ilyen-olyan hierarchiákban. Beforgatja az agyat szerintem, aki először lát ilyet, úgyhogy várom az esetleges kérdéseket. Kicsit meg is állok. Nincsenek kérdések. Jó, hát akkor hagyj menjek tovább. Stringek. Visszamegyek erre az ábrára. Remélem elindítottam a videófelvételt. Szóval, stringek. A stringek is referencia típusok. Még őről nem beszéltem. Ergo. Ha bevezettek egy stringet, egyébként csináltátok már, deklaráltuk egy stringet, mivel referencia típus a string, new-val kéne neki memóriát foglalni, valamilyen formában, aztán értéket adtok neki, és hát utána biztos ilyet is csináltatok már, egy stringet értékül adtatok egy másiknak,
és mivel referencia típusokról van szó, ilyenkor annak kell történnie, hogy a két változó, az S és a T ugyanarra az egy stringre mutat így indirekt módon. Ez teljesen így is van, viszont szerintem azt megtapasztaltátok, hogy ez a második utasítás nem kell new-val stringnek helyet foglalnotok. Tehát ezt a részt kihagyhatjátok. Egyébként használhatjátok is, de a rendszer, mivel stringekkel gyakran kell operálni a bármilyen programozónak, kicsit próbál egyszerűsíteni a helyzeteteken azzal, hogy ő maga foglal automatikusan memóriát a stringnek, nem nektek kell. Ennek ellenére a stringek referencia típusok, tehát ne csapjon be titeket az, hogy a C-sharpban próbálják levenni a vállalatokról ezt a terhet, hogy new-t nem kell használtok string, új stringnek a memória foglalására. A memória foglalás az megtörténik abban a pillanatban, amint értéket adtok egy stringhez, hiszen itt erre ránéz a C-sharp fordító, látja, hogy egy 4 byte-os, 4, vagy 5 karakteres stringről van szó, gyorsan kikalkulálja, hogy mekkora memóriára van szükség, automatikusan lefoglal itt a memóriában megfelelő mérő szeletet, gyorsan beállítja a referenciákat a változókban, és kész. Ezt ő megcsinálja automatikusan helyettetek. Itt szeretnék beszélni arról a memória részről, ahová a stringek kerülnek. Ezt string poolnak nevezik, tehát egy medence, amiben ott lubickolnak a stringek, amiket a keretrendszer automatikusan létrehoz nektek. Miért van egy ilyen része a memóriának, egy ilyen string pool? Azért, mert próbál a rendszer takarékoskodni. Tehát ő szépen nyilvántartja, hogy milyen stringeket hozhatok már létre, azok mind ott lebegnek a medencében, ott partiznak, és amint egy olyan stringet akartok használni, ami már ott van, ott fürdőzik a medencében, azt fogja használni. Tehát figyel arra, hogy újra felhasználja a már létrehozott stringeket, ezzel próbál memóriát spórolni a keretrendszer. Ugye a stringeket elég gyakran kell létrehoznunk programokban. Nem tudom, hogy ki mennyire van képben, mondjuk adatbázisok területén, olyan szoftverekben, amik adatbázisokat használnak, már pedig használtok kell majd adatbázisokat lépten nyomon, és ezzel kapcsolatban lesznek is tárgyaitok. Tehát ilyen szoftverekben szöveges lekérdezéseket, SQL lekérdezéseket, mint stringeket kell létrehoznatok, egy csomót, és hát még egyszer, nagyon jó lenne, ha ezeket újra felhasználhatnánk. A rendszer maga gondoskodna arról, hogy ha egy stringet már létrehoztam, azt lehetőleg használjon fel újra, hogy ugyanarra a stringre van szükségem. Na, erre való a string pool. A string poolba mindig bekerül egy új elem, egy új fürdőző string, hányszor csak tényleg egy új elemet hozok létre. Például, ha megnézzétek ezt az ábrát, az S stringemben létrehoztam a hello szócskát, az bekerült a string poolba, aztán mondjuk nagybetűsítem az S-nek a tartalmát, erre van egyébként a .NET-ben ez az upper metódus a string osztályban, ami előállít egy új stringet, a nagybetűs változatát az eredetnek. Ez egy vadi új string lesz, tehát egy új elemként bekerül a string poolba. Mindentől kezdve az S nem a régi string, hanem az újra hivatkozik, és a régi ott marad. Tehát ott lebeg tovább a string poolban a régi is, várva arra, hogy valaki használja őt valamire. Egy darabig ott lebeg, egy idő után majd a rendszer gondoskodik arról, hogyha senki nem akarja használni, és majd kitakarítja őt a memóriából. Tehát minden új string új memória foglalással jár, a régieket viszont próbáljuk újra felhasználni a string poolból. Ez ugyanígy igaz abban az esetben, ha mondjuk string összefűzés használtok, erre a plusz operátor való, ha írnátok egy Hello World programot, akár így is megoldhatnátok,
hozzáfűzték a hellóhoz a Word-öt. Hát igen, itt ezt két lépcsőben tettem meg, ezért két string jött létre, ki külön életet élnek, ott lubickolnak a poolban, és ennyi. Miért beszélek erről a string összefűzésről? Hát azért, mert úgy vettem észre korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy sokan, amikor ki akartok valamit írni a képernyőre, mondjuk console write-line-nal, a string összefűzés használjátok, több részből fűzitek össze azt a stringet, amit ki kell írni a képernyőre. Minden egyes összefűzésnél, minden egyes plusz operátor használta, egy új string jön létre a poolban. Ha használtok console write-line-nál 5 összefűzést, akkor ott legalább 5 külön string fog összejönni a string poolban, vagy létrejönni a string poolban, tehát jól tele szemeteljük a string poolt, hogyha sok string összefűzést használunk, ez az árnyoldal ennek az egész string poolos megoldásnak. Ezért javaslom, hogy erre nagyon figyeljetek oda, hát jó, most még amíg kicsi programokat írtok, magas prog gyakorlatokon még ez annyira nem kritikus dolog, vagy nem jön annyira elő, hogy ti tele szemetelitek a memóriát, de már most érdemes megszokni azt, hogy ha stringeket akartok összerakni darabokból, akkor lehetőleg használjatok valamilyen takarékosabb megoldást, nem pedig ezt a plusz operátort, ami tényleg tele szemeteli a memóriát. C-sharpban, vagyis a .NET keretrendszerben erre van egy külön osztály, és nem csak C-sharpban, hanem az összes programozási környezetben erre mindig szokott lenni valami speciális osztály, ami a stringeknek az össze, darabokból összerakását memóriatakarékosan oldja meg. C-sharpban, vagyis .NET keretrendszerben, de Java-ban is ezt az osztályt string buildernek nevezik, ami C-sharpban következőképpen használható, ugye az append metódusával tudtok hozzáfűzni a meglévő stringhez újabbat is, a lényeg, hogy ez nem fogja teleszemetelni nektek a poolt, hanem próbálja a memória egy pontján összerakni azt a stringet, ha esetleg nem fér bele már abba a memória részbe az a string, akkor átmásolja egy másik helyre, és ott folytatja egy nagyobb helyen. Ezt is el akartam mondani, ez csak egy ilyen extra, hogy tudjatok róla, és használjátok nem csak C-sharpban, hanem más programozási környezetekben is, hogyha úgy adódik, főleg majd később, például adatbázisos szoftverek, tehát programokban, mint említettem azt már korábban. Na, hanyadik diánál tartok, már kezdek kifáradni, az az igazság. Ti még biztos is, hogy 10 dia van. És lassan már itt az ebédidő, igaz? Mindig vannak itt. Hú, de sok ez. És ez egy eléggé súlyos téma, egy ebédidőben pláne. Hát tudjátok mit, be is fejezem már az előadást. Majd a maradék résszel megyünk tovább, csak spoilerezek, jó, vagy teaserezek. Arról szól a maradék rész, hogy ha nem csak stringekről beszélünk, hanem, bocsánat, bármilyen típusú adatokról, akár értéktípusú adatokról, akár referenciatípusú adatokról, azoknak a memória menedzsmentje, hogy van megoldva. Ez, mondom, elég technikai oldala az egésznek, de mindenképp érdemes valamennyire képbe lennetek ezzel kapcsolatban, vizsgán amúgy is kérdezem. Sőt, arról is szó van, hogy amikor ti programoztok, milyen eszközeitek vannak arra, hogy takarékosan programozzatok. Ha már nincs szükségetek egy változóra, akkor azt a változót megszüntessétek. Ezt itt hagyd mondjam el, jó? Ez tényleg ami a programozás része. Mindjárt válaszok a kérdésekre. Hát például itt van ez az X változó. Tegyük fel az X változót, bevezetitek, jellemzően valami adatot beleraktok,
számításokat végeztek rajta, aztán eldobjátok azt az X változót, soha többi nem akarjátok használni. Vagy ha kell, akkor újra deklaráljátok majd a program egy adott pontján. Jó lenne kitakarítani a memóriából ezt a változót, ha nem használjátok. Hogy lehet ezt kivitelezni? Nagyon egyszerű. Ezt talán gyakorlata nem mondják el ennyire direktben. Rakjátok az X-nek a felhasználási helyét egy plusz kapcsolatzárójel párba. Ezt blokknak nevezik, egy plusz blokkba, mint itt látjátok. Itt az eleje, itt a vége. Bárhová rakhattok a programotokban plusz blokkokat, az szabályozandó, hogy a változóitok meddig éljenek. Egy változó, mint itt írom is a fenti két pontban, akkor kezd el élni, amikor deklaráljátok, ezt már tudjátok. Ugye a memóriába bekerül az új értéke. Na de meddig lesz ott? Addig, amíg az őt tartalmazó blokk, amit hivatalosan hatáskörnek nevezünk, be nem fejeződik. Tehát itt, ezen a ponton, satírozok, itt fog meghalni ez a változó, automatikusan kitakarítódik a memóriából. Na, így tudtok odafigyelve memóriatakarékosan, mint programozók, tenni arról, hogy a változóitok megszűnjenek, azok a változók, amiket nem használtok tovább annál a vonalnál. Oké, na még ezt a diát gyorsan, a többit meg tízerezem. Ezzel a jelenséggel találkozhattatok már. Forciklusokat szerintem már kellett, hogy tanuljatok. Akár Trolledinél, akár másnál is. Itt egy forciklus. Forciklusban általában deklarálunk egy ciklus változót. Itt kezdődik az ő hatásköre. És hol fejeződik be? Hát itt. A blokk végén. Ugye itt kezdődik egy blokk, itt fejeződik be, és a blokk végén ez a változó megszűnik. Ami azzal jár, hogy ha ti hozzá akartok férni az i változó értékéhez, mondjuk a ciklus után, nem fogtok tudni. Ezt fogja kérni nektek a Visual Studio, Unknown Identifier. Számára az a változó már nem létezik, megszűnt. Hatásköre végét elérte, kipucolódott a memóriából. Szóval találkozhattatok már ezzel a jelenséggel. Tudjátok róla, hogy ti magatok is tudtok plusz blokkokat berakni, hogyha akarjátok szabályozni a hatásköröket. Ilyenkor egyébként, ha ezzel a problémával találkoztok, nagyon egyszerű a probléma megoldása. A változó deklarációt kell venni a for ciklusba, és ki kell venni a for ciklus elé, és ezzel voilá a ciklusnak a hatásköre rögtön kibővül az ő tartalmazó blokkra. Szóval csak itt fog végződni az ő hatásköre. Magyarul ezen a ponton simán el tudjátok még érni, tudjátok hivatkozni ezt a változót. Na, aztán továbbiakban lesz még szó globális változókról, lehet, hogy gyakorlaton ezek előjönnek, szerintem elő fognak jönni, szóval rövidesen globális változó témában kiokosodtok gyakorlaton, majd megint jönnek ilyen technikai jellegű témák, hogy tudunk memóriában felszabadítani helyet, meg ilyesmi. Hát erre majd visszatérek, illetve van itt a előadás végén egy érdekes történet a múltból, ami azzal kapcsolatos, hogy mi van, hogyha nem tudjuk, hogy mi zajlik a memóriában, valamire képben kell lennünk, és ezért szánok erre ennyi diát és ennyi időt. Hát, ha nem tudjuk, akkor olyan kritikus hibákat védhetünk, mint ez a bizonyos Windows NT-s hiba, ez az eset, ami eléggé gáz volt. Na, hát akkor én itt befejezném szerintem, közben kérdezitek, hogy a mai előadás anyaga elérhető lesz a többi köz YouTube-on, akkor megnézem, hogy rögzítem-e most a videót, elvileg igen, igyekszem közzétenni a videót, remélem sikerül. Persze itt bármilyen technikai probléma lehetett, mondjuk nem rögzített hangot, vagy szakadozott az egész, úgyhogy nem garantálom, megpróbálom. Aztán kérdezitek, hogy a dia is fenn van már e-learningen, hát még nincs, majd most fogom felrakni ezeket a diasorokat. A többi eddig diasor fent van, ha minden igaz. Van-e más kérdés esetleg?
Jó, hát akkor jó étvágyat kívánok mindenkinek, annak is, aki már ebédel, de annak is, aki még most fog, én most fogok. Köszönöm a figyelmet akkor. Köszönjük szépen, jó étvágyat. Köszönjük, jó étvágyat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük, viszlát. Viszlát.